Sziasztok! Én újra itt vagyok, és arra gondoltam, hogy megint megmutatnék egy olyan ételt, ami nem hiányozhatott a menza menükből. És ez nem más, mint a rizses hús. Magam részéről imádom, és megmutatom, hogy én hogy készítem. Csinál az ember, ha éhes, a menza kosztokos. Na de félre a tréfával, jönnek a klasszik menza receptek a Street Kitchenen. Házias ízek, régi kedvencek, ezek a kaják tényleg isteniek lesznek. Nézzétek! Az a zseniális ebbe a nagyon egyszerű ételbe, hogy tulajdonképpen úgy kell elindulni vele, mintha egy pörköltet készítenénk. Jelen esetben én egy sertéshúsból fogom készíteni, és azokat az alkatrészeket, amik kellenek hozzá, most szépen sorba elkészítem. Felvágok egy jó nagy fejhagymát, természetesen egy jó pörkölt alapból nélkülözhetetlen a viszonylag sok fokhagyma, a paprika és a paradicsom. Használhatok hozzá különféle zsírokat, vagy esetleg olajat is. Én most kimondottan sertés zsírral fogom készíteni. Elsőnek a paradicsomot meg a paprikát fogom beletenni. A paradicsomot meg a paprikát addig fogom pirítani most, amíg teljesen megváltozik a jellege. Pár perc pirítás és gyönyörű színek alakultak ki a paradicsomból meg a paprikából, azt érdemes megnézni. Kimondottan guszta pörzsanyagok alakultak ki, ettől lesz majd finom az ételünk. Ideje, hogy jöjjön a fokhagyma meg a hagyma, ezt elkeverem. Itt is nagyon finom illatok vannak már. És teszem is utána már a vörös hagymát. Ilyenkor én már szoktam egy kicsi sót adni hozzá. Szerintem tökéletes a hagyma alap. Van egy-két fűszer, amit én ilyenkor már hozzáadok. Mégpedig a köményt, aztán teszek bele borsot, és teszek bele majoránát. A rizses húshoz elengedhetetlen. Ezeket is összepirítom, de csak nagyon-nagyon rövid ideig, és felöntöm egy pici vízzel, nehogy a száraz fűszer megégjen. És most, hogy felöntöttem, és nem annyira forró már a zsíradék, teszem bele a fűszerpaprikát. És megint felöntöm vízzel. Most, hogy így felforrt, és gyönyörűek a színek, főzni fogom kb. 10 percig, viszont közben meg tudom vágni a húst is hozzá. Én egy nagyon szép lapocka darabból fogom készíteni. Természetesen lehet hozzá más húsrészt is választani, vagy akár más húsfajtát. Ezt ugyanúgy el lehetne készíteni, mondjuk egy pulyka felső combból. Azzal is kiváló. Most van itt az ideje, hogy ha valaki szereti a csípőset, tegyen bele csípős paprikát. Mindössze 2 ilyen kis gonosz paprikát teszek bele, de ettől nagyon finom lesz. Úgy érzem, hogy a tervezett főzés idő lejárt, amit így az alapra szántam. El is érkezett az az időpont, hogy beleteszem a húst. Kb. Egy olyan bő fél órás főzés fog következni viszonylag intenzív aláfűtéssel. Arra mindig törekedjetek, hogy ennyi folyadék mindig legyen rajta, tehát mindig egy picikét pótolni kell. Én meg összevágom a zöldséget addig. Pont olyan állapotban van a hús, hogy elérkeztünk a befejező szakaszig, ami persze nem annyit jelent, hogy ez kész is van, hanem most hozzá lehet adni a zöldséget, a rizst, a petrezselymet. Láttátok, hogy a petrezselyemnek a szárát azt viszonylag finomra vágtam, viszont a zöld részét azt ilyen rusztikusra hagyom, nekem nagyon tetszik, amikor látszik az ételbe a zöldség része. És egy szép adag zöldborsó is még. És persze, hát amitől rizses hús, megy bele a rizs. És az egészet pedig most felöntöm alaplével. Szeretném most felforralni, viszont ilyenkor ügyelni kell arra, hogy nehogy a rizs leragadjon az edénynek az aljára. Hajlamos ilyen állapotában erre. Picit már változott az állaga, szemmel láthatóan sűrűsödik, hiszen a rizsszemek szívják fel ezt a szaftos alaplevet, és ettől lesz majd igazából finom, csak addig gondosan kell kevergetni. Kb. Ez így bő 5 percet forrt, fedőt teszek rá és megy be a sütőbe. Nekem jelzett a sütő, hogy elkészült, én pedig elhittem, és megkukucskálom, hogy milyen lett.
A sütőből kivéve praktikus összekeverni, mert vannak a szárazabb, meg a kevésbé száraz részek, és hogy ezek jól keveredjenek el, és még az utolsó pillanatban is, hogyha jut oda a folyadék, ahol eddig nem volt, az csak jótékony lesz. Viszont én azt gondolom, hogy szaftos, gyönyörű, nagyon gusztán néz ki, jöhet a tálalás. Hát így készítem én menzás alapötletből a zsizses húst. Szerintem nagyon szép lett, remélem tudtam vele újat mutatni. Készítsétek el minél többen, aki elkészíti, annak pedig jó játékot. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!